nagyon fontos kormányzati célkitűzés gyakorlati megvalósulását is tapasztalhatjuk itt. Az egyik az a közösségépítés. Nem csak a nyírtasi fiataloknak, hanem civileknek és határon túlról érkező diákoknak, szervezeteknek is otthont ad a település új közösségi háza. Ez Gaal Gergely, miniszteri biztos hangsúlyozta a beruházás átadó ünnepségén. Az eseményen részt vett Eckler Gergely, családokért felelős államtitkár is, aki elmondta, a fiataloknak lehetőséget kell adni ahhoz, hogy ne csak a virtuális világban találkozzanak. Most már szinte nem csak a ismert, a kézzel tapintható világ létezik, hanem most már virtuális világban is sokat mozognak a fiatalok, gyerekek, közösségi média felületeken, online játékokon, tehát lecsökkent az az idő, amit egymás valójukban együtt tudnak költeni, és minden ilyen intézmény, minden létesítmény, mint ez az ifjúsági ház is, lehetőséget ad, teret ad annak, hogy együtt legyenek valójukban, testi mi voltukban, beszélgessenek, megértessék magukat és megértsék egymást. És azt hiszem, az a legfontosabb, hogy a fiatal korunkban erre lehetőséget kapunk, akkor biztos, hogy ez a későbbiekben is hasznos lesz. Az átadáson elhangzott, egy leromlott állapotú épületet mentettek meg ezzel a beruházással. A miniszterelnökség egyedi döntése alapján 20 millió forint, további 10 millió forint pedig a falusi civil alapból érkezett a felújításra. Az Itthon Fiatalon Szülőföldön Egyesület keresett meg bennünket, közös összefogással alakult ki ez a projekt, és gyakorlatilag nagyon fontos támogatások a Magyar Falu Program keretében, illetve a Bethlen Gábor alapkezelő támogatásával valósult meg, és mintegy 30 millió forint összegben. A civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civilek a legaktívabb pályázók közé tartoznak. Úgy látom, mi az egyik legaktívabb megyénk, tehát ami a számaink azt mutatják, hogy benne van a megye az első háromban. Tehát lakosságarányosan is nézve, ugye minden kimutatásunkat lakosságarányosan készítjük el, úgy van igazából értelme. Úgy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az első háromban benne van. Emlékeim szerint a harmadik helyen, de ez most tulajdonképpen egy apróság. Tehát nagyon jól teljesítenek a civilek. A közösségi ház januártól nem csak fiataloknak áll majd nyitva, a helyiek számára különböző online ügyek intézéséhez is alkalmas irodai környezetet alakítottak ki.